Május első vasárnapja hazánkban hagyományosan minden évben az anyukákról, nagymamákról, dédnagymamákról szól, hiszen ezen a napon ünnepeljük őket, és köszönjük meg mindazt a sok fáradozást, amit értünk tesznek. A jeles alkalomból a legtöbben általában virággal lepik meg őket, így az ünnep környékén jelentősen megnövekszik a virágboltokban a kereslet. Nagyon nagy a választékunk, mivel anyák napja a legvirágosabb ünnep. Anyukája mindenkinek van, úgyhogy erre mindenki készül. Akinek sajnos már a temetőben van, az oda, akinek meg szerencsére még megvan az anyukája, az mindenképpen megköszönti. A kínálat nagyon széles körű, hiszen cserepes, szálas virágok, de sejemkészítmények is várják a vásárlókat az üzletekben. De nagyon divatosak az üdvözlő táblácskával feldíszített csokrok, díszdobozok is. Az árak elég széles skálán mozognak. A középkategóriába tartozó virágok körülbelül 2000 forintba kerülnek, de találhatunk olcsóbb és jóval drágább különlegességeket is a polcokon. Nagyon sok kiültetős virágot visznek az anyukáknak, hogy legyen mivel díszíteni az udvarukat így a nyár elejére, de nagyon népszerűek a csokrok is, úgyhogy tulajdonképpen ilyenkor mindegy, csak virág legyen. Ám a virágnál is sokkal fontosabb, hogy ne csak ezen az egy napon fejezzük ki szeretetünket és hálánkat. Így véli ezt Jó Éva is, aki sajnos személyesen már nem köszöntheti édesanyját. Azért tartom fontosnak, mert foglalkozni kell addig az édesanyával, amíg köztünk van, amíg velünk van. Természetesen május első vasárnapja azért mindig is kiemelt ünnepnap lesz. Már most nagy a forgalom a virág és ajándékboltokban, így aki teheti, minél hamarabb szerezze be azt az apró figyelmességet, mellyel felköszöntheti vasárnap édesanyját.